Sziasztok, Önke vagyok. Kettő darab lakást vagyok most megnézni. Az egyiket egy agglomerációs településen, a másikat pedig Budapestnek egy peremkerületében. Nem volt róla semmi információm, csak a cím, úgyhogy nem tudtam róla előzetesen semmit. Ez egy pinceszintű földszint plusz emelet plusz tetőteres társasház, 13 lakással, és ebből az egyik tetőtérű lakás volt eladó. Szokás szerint úton vagyok természetesen. 2000-es évek elején épült a társasház, az látszódott már kívülről a stílusjegyein, legalábbis számomra. Lent a garázsban volt 6 gépkocsi beállóhely, és kívül a ház előtt a maradék, ami papíron így jól hangzik, viszont a liftakna és a szélső fal között volt 4 méter 11 centi, és egymás mögé lehetett beállni az autókkal, azaz csak akkor lehet kiállni a hátulra beállt autóval, hogyha az előtte lévő is kiáll, hiszen 4 méter 11 centiben, úgyhogy két oldalon betonfalak vannak, nem tudsz elmenni az autóval, maximum két kis poszkival. A másik, ez már eleve akkor 4 beálló, kvázi használhatatlanságát vetíti előre. A másik 2 beálló, az meg egy 250-es garázskapun kellett az egészbe bemenni, és egyből 90 fokba bekanyarodni a falak mellé közvetlenül. És ha egy hosszabb autó áll bent, akkor a liftaknak mellett álló autókat is akadályozza a kijövetelben. Azaz, ez egy teljesen nonsens, barom módon megtervezett garázs. Hála Istennek az eladó lakáshoz kültéri parkolók tartoztak. Ami még számomra műszakilag érdekes volt, hogy a mélygarázsnak a födémét egyáltalán nem szigetelték le. Ki is volt írva egyébként az ajtóra, csak elfelejtettem lefotózni, hogy hát kérjük, csukják be a garázsajtót, mert a földszinti lakások nagyon áthűlnek. Hát basszus, én a 2000-es években már terveztem társasházat, és energetikai előírás volt a pincefödémet alulról szigetelni, pont emiatt. Hát ez itt kimaradt. Aztán, ahogy mászkáltam körbe-körbe, további érdekességek voltak, hogy a központi lefolyó strang az 90 fokos idomokkal van a pincefödém alatt elhúzva, nem 2x45-tel, ami egyrésztről sokkal zajosabb, másrésztről pedig dugulás veszélyesebb is, mintha rendesen lenne megcsinálva. Volt lehetőség arra, hogy liftel menjünk fel, vagy lépcsőházon keresztül. Én természetesen lépcsőházat választottam, és nem azért, mert ilyen rohadtú fit vagyok, hanem nekem látnom kell a közösségi tereket is. Ami mindjárt az első lépésnél feltűnt, hogy kopogott a padlóburkolat. De még bent a pince szinten a lépcsőházban. És körbe kopogtattam, és szinte mindegyik labburkolat kopogott. Haladtunk fölfelé, a földszinten a postaládákkal szemben ott voltak a villanyóra szekrények. Az egész társasháznak, tehát a 13 lakásra van 3x63 amper, a társasházi közös villanyóra az 3x16 amperes, a lakásokban pedig mindenhová egyszer 25 amper van kötve, ami már lakásnál is problémás tud egyébként lenni. Villanytűzhely, légkondik és mosógép, szárítógép együtt állása esetén ez már azért nagyon kevés tud lenni. De egyszer 32-ig egyébként alanyi jogon felbővíthető. Tovább biztos, hogy nem, mert a kábelek azok 100%, hogy nem öteresek a lakásig, hanem csak simán a 3R-es lett fölhúzva, úgyhogy ez egy lehetetlen. Ez az egyik.
most egy kicsit előre szaladunk. Mi a problémám ezzel az egésszel? Egy 13 lakásos társasházról beszélünk, ahol vannak mélygarázs parkolók, vannak kültéri parkolók. 2023-at írunk, nem sokára, sőt már most is, nagyon sok embernek van elektromos autója, vagy plug-in, vagy hasonló, amit tölteni kell, vagy tölteni lehet. Itt ez lehetetlen lesz. Eleve a 3x63 amper is kevés, úgyhogy ebből táplálkoznak a lakások is. A 3x16 amper, ami van a társasházi közösre, az is kevés. És körülöttünk mindenhol társasházak vannak, úgyhogy jó eséllyel a trafó körzet nem feltétlenül fogja megengedni, hogy 3x100 amperre bővítsük a betápot, vagy akár csak 3x80-ra. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy próbáld meg 13 lakóval megbeszélni, hogy mondjuk neked van elsőként villanyautód, hogy az közös költség rovására legyen már hálózatbővítés, meg egyebek, mert még a töltőnek a letelepítési költségét az bevállalod, de az amperbővítést azt a társasháznak kell fizetnie, mert hát az közös érdek, meg közös minden. Oda kell figyelni már erre is nagyon. Mert lehet, hogy neked, mint vevőnek mondjuk nem kell, meg leszarod az elektromos autót, meg egyebeket, de a későbbi értékesíthetőség szempontjából ez egy nagyon fontos dolog. Haladtunk körbe szépen tovább, fölmentünk a második emeletre, én már láttam a többi lakás ajtón, hogy azok az ajtók milyenek, hát fa, viszonylag gagyi bejárati ajtók voltak berakva, és most nem hőtechnikailag értem a gagyit, hanem ezeknek az ajtóknak a típus jellemzője az állandó elállítódás, folyamatosan állítgatni kell a zsanérokon, valamint, hogy 5 pontos a záródása még újkorában, aztán szépen ki kell szedni belőle a záródó csapokat ahhoz, hogy rendesen bezáródjanak, akkor már csak 3 ponton fog záródni, aztán végül örülni fogsz neki, ha csak a bejárati ajtó zárjánál záródik rendesen az ajtó. Ahogy említettem, tetőtéri lakásról beszélünk, beléptünk az ajtón, 2 lépést tettem, és mit hallok? Kopognak a burkolatok a lábam alatt. Legugoltam, kopogtattam, kopog a ragasztott burkolat az előszobában, kopog a konyhában, kopog a fürdőszobában, mindenhol. Itt a lakásoknál nagy valószínűséggel azért kopogott, mert radiátoraink vannak, amiknek a csövezése a padlóban fut. 33 centis a födém vastagságunk, ezt le tudtam mérni a lépcsőházban. Ez azt jelenti, hogy ha egy 20 centis monolit födémet feltételezek, akkor van 13 centi rétegrendünk, amiből 5-6 centi az ajzatbeton, meg a burkolat, azaz van 5 centiméter kvázi lépés hangázló rétegnek betudható hőszigetelésünk, és ebben futnak el a csövek. Nagy valószínűséggel itt a csövezés az nem lett gégetcsőbe húzva, vagy csőhébe húzva, és egyszerűen magas előre menő miatt megégett a hősok miatt, megégett a labburkolatoknak a ragasztása, és feljött. Annyira nem meglepő, mert 2000-es évek elején sorban épültek eladásra az ilyen minőségű épületek, ahol mindenen spóroltak, mindenen is spóroltak. A kazánunk az egy régi 20 éves turbos készülék, tehát nem kondenzációs. A szemlén ott volt a közös képviselő, meg tudtam tőle kérdezni, hogy gyűjtőkéményünk van, vagy egyedi kéménye van a lakásnak, mondta, hogy minden lakásnak egyedi kéménye van. Ez egyébként később, amikor kimentem a házat kívülről körbenézni, számomra is egyértelművé vált, mert látszódott, hogy sok háromkürtös kéményünk van, azaz minden lakásnak megvan a saját egyedi kéménye. Ez abban a szempontból fontos, hogy nem kell bevárni a többieket, hanem lakásonként lehet cserélni kondenzációs kazára, ha arra van igény.
Természetesen a kazán állítja elő a használati melegvizet is átfolyós üzemmódban, egy fürdőszoba van, hát ennek a komfortossága megkérdőjelezhető, de egy fürdőszoba esetén ezzel igazából nem nagyon van probléma. Hőkamerával körbenézve az látszódott, hogy hát azért a hőszigetelt ferdesíkok hagynak kívánivalót maguk után a hőszigetés folytonosságát tekintve. Azaz úgy, hogy kint 23 fok van, több mint 30 fokos falfelületeket, vagy hát felületi hőmérsékleteket mértem, erősen hiányos össze van csúszva a hőszigetelés, látszódott egyébként a szarufa is, látszottak a szarufák is. Hát a tipikus 2000-es évekbeli rendszer, szarufák között sárga üveggyapot, nem önhordó hőszigetelés, ez van. A tetősík ablakok azok Schindler típusúak, az egy alsó középkategória, inkább alsó kategória. A káva kialakítások nem voltak megfelelőek, úgyhogy ezeket az ablakokat azért egy 5 év múlva legkésőbb valószínűleg cserélni fog kelleni. És hiába van benne a tetőben, tehát tetősik ablak, akkor is a lakás nyilázárója, úgyhogy ez a lakás tulajdonosnak a feladata. Amire nagyon kíváncsi voltam, hogy a lakás elválasztó falak vajon hány centisek. Biztos voltam benne, hogy egy rétegű lakás elválasztó falak vannak. 2000-es években azért hangászló tégláról még sehol nem volt szó, de itt ráadásul a nappaliban is látszódott, hogy hát bele vannak vésve konnektorok is. Úgyhogy innentől kezdve akármiből is lehetne az egy rétegű lakás elválasztó fal, akkor sem tud megfelelő hangászlást biztosítani. Az ingatlanos meg a közös képviselő elmondta, hogy hát a szomszéd lakásban egy fiatal pár lakott vagy lakik, akik nagyon hangosan szexeltek, és a kisgyerekes család, aki ebben a lakásban lakott, hát bírta egy darabig, aztán nehéz volt a gyereknek elmagyarázni, hogy hát a bácsi nem bántja a nénit, hanem játszanak. Ezért készült egy hangátló előtét fal a nappaliban emiatt. Ami 8 centit elvesz egyébként ott annak a helységnek a szélességéből. De például a konyha és előszoba felől volt lehetőségem bekukkantani a mellett lévő lakásba, ugyanúgy konyha előszoba van, ott nincsen semmiféle előtét fal egyik oldalon sem. A homlokzati nyílászáróink azok műanyagok kétrétegi üvegezéssel, viszonylagosan normális állapotban, nem hiszem, hogy lenne velük komolyabb probléma, de egyébként halvány sárgán virítanak, azaz ezek még az UV-ra sárgulós műanyagból készültek. Redőnyünk van. Lakásban van egy régebbi fajta klíma, nem a legeslegújabbak, de hűtő-fűtő, nappali térben, úgyhogy a hűtés legalább megvan. Van egy kis konzolos erkélyünk, ahová a klímának a kültérjegysége ki van rakva. Alá tudtam nézni egy cserépfedésnek, természetesen a 2000-es években megszokott hálóerősített tetőfóliát láttam, ami nem pára átteresztő, ezáltal szinte biztos, hogy a 15 centi szarufák között csak 10 cm hőszigetelés került be, ahogy említettem ebből a sárga gyapotból. Párazárásról nincs info, mert nem lehet tudni, hogy van-e belső oldali párazárásunk, nem volt sehol olyan luk, ahol lyukkamerával be tudtam volna nézni. Ami viszont nagyon fontos, hogy a tetőnk az elég erősen tagolt, azaz vannak benne vápák, és bizony ebbe a lakásba is esik vápa, ahol beázási nyomok voltak láthatóak. A nedvességmérő műszer alapján 145%-os nedvesség tartalma van ezeknek a felületeknek, ami azt jelenti, hogy igen aktívan ázik. Jó fejségből odaívtam a közös képviselőt megmutatni neki, hogy hát ez a helyzet. Ő váltig állította, hogy ez már nem ázik, ki van száradva, megcsinálták mindent, nincsen kiszáradva, és ez viszont, mivel a tetőszerkezet ázik be, illetve hát annak a bádogozása, ez közös képviseleti feladat,
Úgyhogy ezt majd az összes többi lakón keresztül kell verni, hogy de, ez ázik, és meg kell csinálni. Ez azért is probléma, a hőkamerával is látszik egyébként az ázás, ez azért is probléma, mert az így beázó vápánál a hőszigetelés is biztos, hogy összeesett a beázás következtében. Tehát ott nem csak a bádogozást kell kívülről javítani, illetve cserélni, hanem belülről is bontani kell, és ki kell javítani ott a hőszigetelést, meg a széttázott kartonozást, egyebeket. Ahogy mentem le egyébként a lépcsőházban, még egy pár helyen megkopogtattam a burkolatokat, szinte mindenhol kopognak a lépcsőburkolatok is, meg a közös terekben is a ragasztott kerámia burkolatok, azaz nem csak a pince vízszigeteletlensége miatt a pince szinte jön fel a padlóburkolat, hanem sajnos mindenhol gyenge minőségben készült a ragasztás, úgyhogy ez egy komolyabb közös képviseleti költség lesz majd. Összességében nem olyan rossz ez a lakás, meg maga az épület sem. Árban egyébként megfelelőnek gondolom. Pláne úgy, hogy ezen a településen egy jó pár hónapja, egy-másfél éve rendkívül sok olyan felkérést kapok, ahol egy családi házat osztottak négy felé, öt felé, különálló lakásokra, nincsen társasház, mert nem tud társasház lenni, hanem ügyvédi megosztás van, tehát osztatlan közös. Elképesztő. Egyszerűen elképesztő, hogy ezeket különálló lakásként árulják. Lesznek majd róla cikkeim, 10-es válaszfaltéglával vannak elválasztva egymástól a lakások. Nincsen lépéshangátlás a födénben, semmi nincsen. És így árulják körülbelül ugyanezen az áron, mint ezt a lakást, ami ténylegesen társasházi lakásként van nyilván tartva, és úgy is van megépítve. Megyünk a következő lakás irányába, ami egy jóval régebbi társasházi lakás. Hát nekem még egy fél óra autókázás, nektek egy pár másodperc, és tudni fogjátok, hogy mit láttam ott is. Már itt is vagyok, igaz, hogy közben eltelt 2 óra, de megérkeztem. És ez a lakás, ez a húbazd meg kategória volt. Méghozzá negatív értelemben. Amikor kapok egy lakásnézésre felkérést, mindig el szoktam küldeni a Mit nézzünk egy lakásszemle során című cikkemet, amiben azért leírom, hogy nem feltétlenül biztos, hogy kellek én egy lakás szemléhez, főleg egyébként panellakások esetén, de ennél a lakásnál nagyon kellett az én szakértelmem, illetve az én szemléletem az egészhez. Ez egy 6 emeletes társasház, szintenként 4 lakással, 5. emeleti lakása volt. Az ingatlan hirdetés az ígéretes volt. 41 négyzetméter, tehát egy jó kis lakás, mármint kis lakás. Jó állapotot írnak, összkomfortot, lift van, nyugati fekvés, 2 négyzetméteres erkéllyel, házközponti fűtés van egyedi méréssel, házon szigetelés van. Azt írták, hogy korszerűsített társasházban van, az ablakok cseréje műanyagra megtörtént, műanyag hőszigeteletre, villanyvezetékek cseréje, bejárati ajtó cseréje új biztonságira, burkolatok, szaniterek, radiátorok cseréje, festés, parkettázás, ezek mind. Na most ezzel szemben a valóság az az, hogy a lakás mellett van a 4 lakásnak a közös villanyóra szekrénye, mármint maga ténylegesen a szekrény, és abban vannak a mérőórák. Ahogy kinyitottuk, 3 darab szabványosítás nélküli mérőóra tűnt a szemünkbe
ebből kettő 16 amperes volt, egy 20 amperes, és a mi lakásunké, az már szabványosított mérőre a szekrényben, de csak 20 amperes. És amikor így a kötődoboznak lepatintottam a tetejét, akkor kiderült, hogy a gerincvezetékünk az egy régi alu vezeték, ami jön lentről. Tehát a háznak a gerincvezetéke az nincsen se szabványosítva, se megfelelően méretezve ahhoz, hogy akár 32 ampert már legalább lehessen berakni a lakásba, ami alanyi jogon jár, mert hiába jár alanyi jogon, amikor műszakilag viszont nem bírja el a hálózat. Ez az egyik. A másik, ami még ott a folyosón szembe tűnt, a bejárati ajtó, ez a kínai fos, amit rendkívül sok helyen lehet látni, aminek ha egyszer elromlik a vasalata, és fölhívsz egy lakatost, meg fogja kérdezni, hogy milyen márkájú. Bemondod ezt a márkát, és meg is szakad a vonal. Ugyanis nincs hozzá alkatrész, a zárat egyben kell cserélni mindenestől. Tehát nem csak a zárat, hanem a hozzávaló egész vasalatot mindenestől cserélni kell. Szar ez az ajtó egyszerűen. Azt már korábban elmondták, a vevőjelölt elmondta, hogy ez korábban egy egyszobás lakás volt, aminek a konyhájából alakítottak ki egy félszobát, és a konyhát gyakorlatilag kirakták az előszobába, és az a kérdés, hogy a konyhát azt vissza lehetne-e esetleg rakni ebbe a helyiségbe, tehát ezt nézzem mindenképpen ilyen szemmel a lakást. Beléptünk, bejárati ajtó fölött kis megszakítók, meg egy fírelé. Oké, lehet, hogy akkor tényleg rendben van a vezetékhálózat. Körbenézve a lakásban új kapcsolók, új konnektorok vannak. Viszont fönt a sarokba ott kígyózott ez a régi szalagkábeles megoldás. Másik félszemmel ránézve a válaszfalakra, már láttam mérés nélkül is, de aztán ezt a mérőszalag megerősítette, hogy ezek bizony hatos válaszfaltégla falak, kétoldali vakolattal, azaz ezekbe belevésni vezetéket nem lehet. Tehát ami benne volt vezeték, azt nagy valószínűséggel nem is cserélték ki. Úgyhogy elővettem a kis műszeremet, bedugtam a fürdőszobába a mosdó fölötti konnektorba, és egyben mutatta, hogy se földelés, se érintésvédelem nincsen ezekben. Aztán egyébként körbe menve a lakáson, nappaliban sem, szobában sem. Ahol a műszer is mutatta, hogy van földelésünk, az a konyha, ami közvetlenül, a újonnan kialakított konyharész, ami közvetlenül ott volt a bejárati ajtó mellett, valamint nagy valószínűséggel a villanybojlerhez is új vezetékszakaszt vittek, mivel ez egy újabb villanybojler, ami már nem működik ezek nélkül. Úgyhogy körülbelül ilyen 10%-át kicserélték a vezetékszakaszoknak, vezetékeknek, az összes többit azt nem. Úgyhogy mondtam is az ingatlanos hölgynek, hogy ez azért irgumburgum, tudom, hogy őt csak feltételezem, hogy őt csak tájékoztatta az eladó, így is volt egyébként, tehát nem magától írta le, hogy fölújította a hálózat, de mondtam neki, hogyha ezt így valaki megveszi, és lementi a hirdetést, akkor ebből utána komoly pereskedés lehet, ha valakit megráz az áram meg. Hát ez gyakorlatilag megtévesztése a vásárlónak. És sokszor elmondtam már, hogy le kell menteni az ingatlan hirdetéseket. Én a szemle előtt lementem az ingatlan hirdetéseket. Egyrésztről azért, mert szoktam egy pár szavas ilyen zanzásítást írni a szemléhez, hogy miket kell megnéznem. Tehát amit már otthon látok leírást ilyen esetben is, hogy ez felújított, az felújított, az felújított, vagy a fotók alapján látok dolgokat, akkor erre figyeljek oda. Van egy ilyen jegyzékem, vagy jegyzetem, és itt is ki volt jegyzetelve, hogy felújított a villanyhálózat, stb. Stb. Ahogy mentünk tovább, láttuk, hogy a gáz óra az le van plombálva, le van zárva. Ki van kötve,
a gáz a lakásból. Ezáltal az átfolyós nyílt égésterű vízmelegítő sem működik a kád fölött, ezért rakták be a villanyboilert. Viszont így nincs lehetőségünk gáztűzhelyre sem. A probléma az, hogy ha újra igényelnénk a gázt, akkor gáztömítettségi vizsgálatot kellene végezni, aminek természetesen a mostani rendszer nem felel meg, tehát szabványosítani kell. És az a probléma, hogy a konyhából félszobát alakítottak ki, azaz ahová most kerülne a gáztűzhely, az konkrétan egy zárt előszoba, aminek minden ajtaja vagy a lépcsőházra nyílik, vagy pedig szobára, nappalira, fürdőszobára. Azaz nem lehet megoldani egy gáztűzhely esetén a friss levegő utánpótlást, ami viszont előírás. Tehát ebből következően nem lehet gáztűzhelyet ide berakni. Azt lehetne, hogy visszaépíteni a szobát konyhává, és oda a külső homlokzati falra légbeejtőt, vagy egyéb megoldással biztosítani az egészet. Ez azért nagyon fontos, mert ahogy elmondtam, egyszer 20 amperünk van mindenre, amiben ott van egy villanyboiler is, erre az egyszer 20 amperre rákötve. Mivel gázod nem lehet, ezért biztos, hogy gáztűzhelyed lesz, vagy villanytűzhelyed lesz, mivel a lakás meleg. Szükséges lenne légkondi is, na most ez a három már a 20 amperre bőven sok. Nem fogja elbírni, és még nem beszéltünk egyéb esetleg másról, mosógépről, szárítógépről, egyebekről. Ez így halálra van ítélve. Abszolút. De hogy fokozzam az élvezeteket, az új műanyag nyílászárók a régi fa geréptokba be vannak rakva. Én erre azt a szemléletes példát szoktam hozni, hogy ez olyan, mintha egy szaros alsógatyára fölhúznál egy újat. Látszat megoldás, és alatta ott a szó szerint szar, ami át fog sejleni, át fog ütni az újon. Ugyanis a régi fatok fokozottabban el fog kezdeni korhadni így, hogy a műanyag nyílászáró bele van építve. Ez egy rendkívül rossz, és egyszerűen életképtelen megoldás. Ez így nem minősül normális felújításnak. És nem csak egy ilyen társasházi lakásnál sehol. Hát ezen kívül még ilyenek voltak, hogy az egyik strang levezetésnél magasabb nedvességtartalmat mértem ott a strang aljánál, mint ami megszokott lenne, úgyhogy ott van egy kis párásodás, párakicsapódás vagy ázás is, esetleg fölötte lévő lakásból. Az ingatlanos próbálta belőlem kihúzni, hogy hát mennyiből lehetne ezt az ingatlant mégis felújítani. Mert hogy hát, ha lehet annyit alkudni az árból. És mondtam neki, hogy itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy van 24 lakásunk, és az áramhálózatnak az árambővítés miatt mind a 24 lakásnak a mérőóráját szabványosítatni kell, a gerinchálózatot ki kell cserélni. Tehát azon kívül, hogy van egy jelentős közös költség a gerinchálózatot újrahúzni megfelelő keresztmetszeti méretűre, az csak akkor lehet, ha egyúttal mindenhol szabványosítják a mérőóra szekrényeket is, ami lakásonként egy olyan 250-300 ezer forintos kiadás körülbelül, amit viszont a lakóknak kell kifizetni. Én lépcsőztem fel az ötödikre, és megint csak nem fittségből, hanem azért, hogy lássam magát a lakókörnyezetet, meg mindent, és hát csak abban a pár percben összefutottam 270 év fölötti lakóval, úgyhogy nem feltétlenül várható, hogy nagyon rugalmas lenne a lakóközösség ilyen ügyekben. A villanyboilert nem tudjuk visszarakni gázra, tehát gázvízmelegítőre, mert nyílt égéstérre nem tudjuk rárakni, mert az új szabályok szerint, amik nem újak, csak jó pár évesek,
a ház korához képest újak. Már nem rakhatsz fel nyílt égésterű készüléket. Zárt égésterűt meg azért nem rakhatsz fel, mert a közös gyűjtőkéményünk az nyílt égésterűeknek van bélelve. Azaz megint csak az van, hogy az összes alattad lakót és az összes fölötted lévővel egyszerre kellene korszerűsíteni a rendszert, és itt még csak a vízmelegítőről beszélünk, de mi van akkor, hogyha az összes többi lakásban is szabálytalan a gáztűzhelynek a kialakítása, mert nincs légbejtő? Akkor az sem lehet. Úgyhogy itt tényleg ez a közös lónak nagyon-nagyon, de nagyon-nagyon túrós a háta esete van, aminek a leharcolása az egyszerűen nem fér bele ebbe, hogy most talán, meg ha, meg mi van akkor, meg egyebek, nem. Ez az ingatlan így egy kalap szar. És nem szabad egyáltalán semmilyen módon gondolkodni a megvételében. És hogy még egy adalékot mondjak, amikor kimentünk így beszélgetni az épület előtt, akkor láttam, hogy a homlokzaton, az egész homlokzaton 2 darab klímakültéri egység van felrakva az utca felé, és ez a lakás is erre az utcára néz, és a viszonylag friss, tehát pár éves rendeletek alapján nem fogják megengedni az utca felé a klímakültéri egységeket felrakni, azaz ebben az épületben ilyen jellegű hűtést nem lehet alkalmazni. És még egyszer visszaugorva, hogy miért fontos a hirdetés lementése, az ingatlanos hölgy az én javaslatomra azonnal ki is vette a hirdetésből a villanyhálózat felújított című részt. Azaz, már csak én tudom, mert nekem le van mentve a hirdetés. Úgyhogy ezt a lakást én abszolút nem engedem megvenni, mert ez nem is az, hogy drága vagy drágán felújítható, nem lehet megoldani a felújítását. Üdvözlöm, beolvasottam a hűségkártyáját. Nincsen hűségkártyám. Hallgatom a rendelését. Egy sajtos McRoyal menüt kérnék kólával jég nélkül. Nagy méretű krumplival legyen a menü. Normál mérettel. Kínom eprős pitét mellé. Nem, köszönöm. Egy royal menü kólával jég nélkül volt a rendelése, jó lesz? Igen. Köszönöm. Igen, megint csak meg is kaját enni van időm, menet közben. 1 fokkal jobb, mint a benzinkutas szendvics, de tényleg csak 1 fokkal. Na mindegy, szóval ez csak ilyen kis megjegyzés. Lényeg az, hogy ezt az ingatlant nem szabad megvenni. Mert annyira bizonytalan a lakóközösségi és jogi környezet, hogy ez így dominószerűen válik értéktelenné. És így cáfolom gyakorlatilag saját magamat, hogy nem feltétlenül szükséges az én jelenlétem egy ilyen szemléhez, de kellek. Kellek én, kellenek a műszereim, és kell a tapasztalatom. Ma még van egy eladásos háznézésem, illetve le kell ellenőriznem egy fűtést egy elkészült új házban. Úgyhogy egy következő podcastben. Sziasztok!